Sok szülő már januárban elkezd gondolkodni azon, melyik iskolába írassa nagy csoportos óvodás gyermekét. A székesfehérvári intézmények fórumokkal és iskolahívogató foglalkozásokkal segítik a választást. A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai tagintézményében január 10-én szerveznek a szülőknek tájékoztató alkalmat, mondta el híradónknak Feketéni Lengyel Dominika, az intézmény vezetője. Január 10-én délután 5 órai kezdettel tartjuk a második szülői fórumunkat. Novemberben már bemutattuk az iskolában folyó pedagógiai munkát, illetve a szülők megnézhették az iskola épületét. Most január 10-én egy kicsit eltérő témával várjuk a szülőket. Röviden ismét beszélni fogunk a pedagógiai munkáról általánosságban, de ezt követően a szülők számára olyan nagyon várt esemény következik, amikor találkozhatnak a tanítókkal is, hiszen ez mindig nagy kérdés, hogy kik fognak tanítani a következő tanévben az első osztályban. Fontos, hogy aki még nem kezdett el iskola után nézni, nincs elkésve, hiszen ez még csak a tájékozódás időszaka, tette hozzá Feketéni Lengyel Dominika. Áprilisban lesz a beiratkozás, addig van a szülőknek bőven idejük arra, hogy körülnézzenek, érdeklődjenek, tájékozódjanak. Ilyenkor a szülők egymást is meg szokták hallgatni, szülőtársaktól, más iskolába járó gyermekektől szereznek első kézből információt, de én azt gondolom, hogy az informálódás, illetve a tapasztalatszerzés legjobb módja, hogyha ők maguk látogatnak el az iskolába, egyrészt a hasonló szülői fórumokra, mint amilyen nálunk is lesz, illetve egy másik fontos esemény a nyílt nap, nyílt óra lehetősége, amire szintén várjuk a kedves szülőket. Februárban 6 olyan napunk lesz, amikor a szülők ellátogathatnak hozzánk, és beülhetnek egy-egy tanítási órára azokhoz a tanítókhoz, akik a következő tanévben az első évfolyamon fognak tanítani. Ezekre a nyílt órákra a január 10-i szülői fórumon lehet jelentkezni. Az intézményvezető kiemelte, hogy az elmúlt évek hagyományához hasonlóan idén is megrendezik a Blankaland nevű programot, amikor a nagycsoportos óvodás gyerkőcök leshetnek be leendő iskolájukba. A programokról az iskola internetes felületein tájékozódhatnak bővebben.